Itt arról beszéltünk, hogy ugye az ember nyála elválasztása már akkor megindul, amikor elkezd beszélgetni jó ételekről, meg hát ugye a fantázia az egy nagyon érdekes dolog. Rögtön látjuk is lelki szemeink előtt, hogy milyen finomságok kerülhetnek a húsvéti asztalra, de hát most itt ezt mi tényleg húsvér valójában meg is éljük. Konyári Sándor jó voltából, aki mindezt pillanatok alatt ide is varázsolta az asztalunkra. Szia, jó estét kívánunk! Szép estét. Hát ez egy nagy merénylet, itt egy hatalmas, nem is tudom, sonkával vagy csülökkel készültél. Az, ha jól látom, egy nagyon szép sonka. Van, sonka, amin rajta van a bőrrésze és ropogósan. És végül is azt kértétek tőlem, hogy csináljunk valami hagyományosat, de mivel tavasz van megújulás, ezt a receptet egy régi szakácskönyvben találtam valahol, hogy a húsvéti sonkát nem főzik, hanem sütik. Aha. Tehát a hagyományos parasonkát beáztatjuk egy éjszakára, és akkor utána római tálba vagy cseréptálba szép lassú tűzön van megsütve. Itt már az ízlésvilág mindenkinek a saját fantáziájára van bízva. Én most ezt a változatot csináltam, hogy tettem elé fokhagymát, vöröshagymát, kis csípőst, szegfűszeget. Ezt megtűzdelted, vagy csak mellé pakoltad? Sajnos nem volt időm, de szépen meg lehet, hogy a kis bőrét folyamatosan szépen kirakva, hogy még mutatósabb legyen. Én csak hozzásütöttem, és akkor mézzel kenegetve lassú tüzön sütöttem. Tehát én ugyanaz, mint a főzésnél, hogy kilónként körülbelül egy óra hossza. Tehát amikor főzzük a sonkát, akkor is kilónként egy óráig főzzük. Tehát itt a sütésnél le kellett ezt venni? Vagy pedig igen, a saját a célszerű, tehát egy cserébe, vagy római tálba, és akkor kis sörrel locsolgatva, akkor az gyönyörűen szépen meg fog púlni, és olyan zsírjába kihűl, és akkor szépen szeletelhető. Miért van az, hogy mégis főzzük a sonkát? Ez szerintem helye válogatja, meg szokások, így alakult ki, hogy egyszerűbb volt, tesszük a lábosba. A régi időkben meg viszont ugye működött a történet, mert akkor feltették a sonkát, utána hozzáteszi a kolbászt, X idő után, és a legvégén pedig a tojást. És akkor abban a lébe hagyják kihűlni. Ugye, hát, hogyha valaki tényleg igazi paras sonkára vágyik, akkor egyrészt azt meg kell fizetni, mert hát azért valljuk be, hogy az, ami itt tömegtermelésbe készül, azért az egy picit messze van magától a sonkától, de hát ugye mindenkinek az ízlés és a pénztárcája dönti el, hogy mégis mi az, amit elkészít. Mondjuk az általad leginkább kedvelt sonkából készült ételek közül, ha válogatsz, mik azok, amiket ajánlasz, hogyha valaki egy picit valami újdonságot is szeretne, tehát nem csak hagyományosan elkészíteni a sonkát és felszeletelni, hanem sonka újra gondolva, vagy nem is tudom, hogy hát kérdezzem. A sonkát alapjába véve egy sós ízként ismerjük, de ugye nagyon jó megyek az édes ízekhez is. Jóféle sonka szeletelve, tehát hogy nem mondja márka neveket, akármiket, azokat gyönyörűen lehet töltögetni bármilyen zöldségekkel, különböző ízesítő krémekkel, nem csak a hagyományos tormakrém. Okay. Ide visszatérve a tormához és akkor ez a sonkához. Én csináltam időzében tormát, de hogy domináljon az íz, azt a merényletet követtem el, hogy egy-egy arányba torma és álfogy a lekvárt összekeverted. Azaz, amit ott látunk? Ez a kis mátás. Na, azt így megnézhetem? Mert azt hittem, hogy ez valami céklás dolog. És akkor ezt ez gyakorlatilag igen, meg is mutatjuk a fiúknak, és akkor ezt a sonkára rátéve. Van kis falatkára, akár sonkára, akár kenyérre, vagy a sonkát rá a kenyérre, és akkor kis vendégváró falatként is meg. Te is nyelegetsz az elátomni. Igen, erről beszélni tényleg ez egy ilyen emberkínzás, úgyhogy én mindjárt meg is fogom kóstolni, de neked addig mindenképpen beszélned kell arról, hogy ez mondjuk, hogyha egy picit kitekintünk Magyarország határain kívül, mondjuk az osztrákoknál ugyanez kerül az asztalra, és mondjuk a cseheknél is, vagy pedig mi magyarok vagyunk azok, akik itt elsősorban a sonkával hát itt várjuk. Itt a valláshoz kötődik inkább a sonka, vagy a pászka, vagy a kalács, tehát ez mindig helye válogatja. Tehát akár a sárga túrót is vehetem példának, hogyha ezt említem egy erdélyi barátomnak, vagy egy dunántúli kollégának, hogy mi a sárga túró, csak néznek rám, hogy hát hol. Tehát elvileg ez a szokás inkább itt a Szabolcsban és Hajdúban terjedt el. El se tudják képzelni, hogy hogyan lehet. Mindig nem úgy csolsz meg, hogy tudod teljes vagy. Mindig viccelődök vele, hogy
hogy mi a sárga túró, hát mondom, nagyon egyszerű, hogy csinálj egy madártejet, csak roncsd el. Benne ugye akkor kicsapódik, utána leszűröd, és akkor az lesz belőle, úgyhogy ez a része. És a tojás, ugye, hagyományosan megfőzve, vagy pedig az is valami kicsit megbolondítva, mit ajánlasz? Az előbb elkezdtem, tehát hogy a hagyományosan főzték a sonkát, ugye föltették, főtt minden két oroszát, hozzátette a kolbász, azzal is főzte, és akkor utána tették bele a főzőlébe a tojást is, és abba hagyták kihűlni. Uh-huh. És ennek óriási jelentősége van, ez később kerestem rá, hogy is van ez, mint is van. Ugye szakásként megfőzünk egy tojást, lehűtjük, másnap már nincs gond van vele, nem. De ha a főzőlébe hagyjuk kihűlni, a hűtőbe akár egy hétig is semmi baja nincs a tojásnak. Hogy ez miért van, ezt ne kérdezz, mert nem tudom. És könnyű meghámozni, vagy leszedni a tojás helyet, hogy ez így történik? Hát ez általában a tojásfőzésnél praktikák, hogy a friss tojás, vagy a főzővízbe teszünk sót, és attól, de ha már sonkalébe főzök, akkor elve sós, és akkor könnyebben leválik róla a héja is. Hát köszönöm szépen, pedig még most akartam arról kérdezni, hogy ha megmarad a rengeteg sonka és tojás, akkor abból mit csináljuk, de az időnk elfogyott. Isten áldjon meg, hogy elhoztad ezeket a finomságokat, tényleg nagyon finom volt az áfonya, lekvár és a torma. Torma a sonkával. Úgyhogy köszönöm szépen. Milyen arány? Egy-egy arány? Egy-egy arányban. Akkor ezt ki fogjuk próbálni, a nézőknek is javasoljuk.